Vannak a világnak olyan részei, mint például Kelet-Európa, Eurázsia vagy Észak-Afrika, ahol az emberek nagyon szeretik a kis autóból képzett családi autót. Hogy készül egy ilyen? Fognak a mérnökök egy kis autót, elzavarják a környékről a dizájnereket, és ráaggatnak egy praktikus szedán formájú csomagtartót, ami mondjuk legyen 500 liter befogadására alkalmas, és így lesz egy igen furcsa, ilyen autónak mondható izé-szerűség, és ezeket már nagyon olcsón lehet árazni. Miért teszik ezt? Nyilvánvalóan az ár vezeti ilyenkor a gyártónak az elképzelését. Innen indul például a Lada, de hasonló volt a Renault Thalia, vagy a Dacia is. Ez az olcsó szedán dolog, ez az autószerű izéktől tart, mondjuk egészen az egészen autóformájú dolgokig. Az új Fiat Tipónak megkeressük a helyét ezen a mérőszalagon, hogy vajon az autószerű izék csoportjába, vagy az autók közé tartozik-e. Mielőtt azonban belekezdünk a forma boncolásába, gyorsan a Fiat Tiporról. 88-tól 95-ig gyártottak már a Fiaték egy Tipót, ami nagyon sikeres volt, még az év autója is lett. Szóval, autószerű izé. Mondjuk definiáljunk három dolgot, ami egy autószerű izét meghatároz. Az egyik az, hogy pocsék a formája, a másik az, hogy rettenetes a belső tere, a harmadik pedig, hogy borzalmasan béna a vezethetősége. Kezdjük a formával! Zuzunak tetszik! Ez már önmagában egy nagy szó, mert Zuzunak nem szokott tetszeni, Zuzu fogja most a kamerát. Ezt úgy hívják, hogy ilyen háromdimenziós hűtőrács. Tök jó, hogy ezek a kis pöckök így térben is, így egy picit kilógnak, megbolondítják az orrát. Igen, tényleg jól néz ki. Sőt, jól néz ki ezzel a barnával. De az autószerű izék legdurvább felismerhetősége oldalról van, hogy rettenetesen béna, hogy ráteszik a kis autóra a nagy csomagteret. Nézzétek ezt meg! Ez az autó, ennek van tervezve. Ez nem ide van csak úgy toszva. Nem. Ezt így álmodták meg az olaszok, és nagyon jól tették. Szép forma, egységes, harmonikus karakter, és még ha már az elején arról beszéltem, hogy három dimenzióban ott jönnek-mennek a hűtőrásnak a lamellái, akkor még ez egy pici érdekesség is, hogy ez is itt három dimenzióba bemegy. Látod? Szóval elmondhatjuk, hogy külső alapján ez nem egy autószerű izé, hanem egy autó. De menjünk beljebb! Na, mindjárt beleülünk, de gyorsan vegyük számba, hogy 4 millió forintért, ami ennek az autónak az 1.4-es 95 lovas benzinmotoros változata, és ez az opening csomag, szóval ezzel megegyező felszereltség, mit kapunk? Tehát 4 millió forintért. 17-es kerekek, klímaberendezés, navigáció, bőrkormány, multikormány, tempomat, visszagurulásgátló, gerinctámasz, 6 légzsák, más nem jut az eszembe. De ez így egész jó csomag. De akkor hol van a spórolás ebben az autóban, mert nyilván 4 millió forintért valahol spórolni kell. A beltérben tetten érhető egy pár ponton, de az autószerű izékkel ellentétben ez egy autós belső. Mondok egy jó példát, ami egész biztosan igazolja ezt, hogy az ablakemelő gombok itt vannak, nem spórolósan középre helyezve, mint mondjuk az autószerű izéknél általában szokott lenni, hogy azt a plusz másfél méter vezetéket kispórolják belőle. Kicsit belülről is jobban körbenézel majd, megmutatom. Egy picit kopog, egy picit zörög, egy picit ilyen-olyan-amolyan, de összességében ez egy teljesen vállalható autós belső, kis autós, olcsó anyagokból. Na, azt hiszem senkinek sem meglepő, hogyha azt mondom, hogy vezettem már ennél jobb vezethetőségi készségekkel rendelkező autót, de gyorsan hozzáteszem, rosszabbat is gazdagon. Nagy sebességnél a futómű libeg, lobog, illeg, billeg, egy picit magasabb építés az autó, legalábbis kintről nekem úgy tűnt, ezek a 17-es kerekek is bőven hagynak még ott helyt a rugóknak. Kicsit illeg, billeg, mint mondtam, Fiatokhoz
hűen, itt is van egy City gomb, két állású a szervórásegítés. Ez az 1.6-os dízel, ez valószínűleg nem lesz annyira népszerű, mert sokkal drágább, mint a benzines. Egyébként teljesen jó autó, hát ugye 1.6-os dízelen még egy Passat is egész jól el tud menni. Szóval vezetni ezt az autót olyan nagyon középszerű, de autószerű, tehát nem éles, nem kanyarvadász, inkább ilyen benne üldögélős, négy felnőtt szerintem kényelmesen utazik benne bárhova, és a csomagteréről, hogy ejtsünk még ott is egy szót, 520 liter. És most jön az utolsó poén, hogy az autószerű izék azok egy karosszéria formában léteznek, de a tipó nem, lesz belőle 5 ajtós és kombi is. I see Persia.